délután azzal töltöttem két barátommal, hogy megnéztem a, hát sajnos nem mindent, de a sírkertet és a Szent Anna kápolnát és az altemplomot, és megállapítottuk ismét, hogy ez az ország tele van csodákkal, ez az ország tele van kincsekkel, és nem csoda, hogy mindenki nagyon szeretné ezt az országot, mert tényleg csodálatos, tényleg gazdag, még így meggyalázva, megcsonkítva, kifosztva is, tele van kincsekkel és csodákkal, mindenkinek kéne, csak valahogy mi magyarok nem tudjuk megbecsülni. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezek az alkalmak is, ha csekély mértékben, de hozzájárulnának ahhoz, hogy felfogjuk azt, hogy mi történik velünk, és tenni tudjunk magunkért. Mert látom, hogy mi van ideírva, és ez nekem nagyon tetszik. Soha ne tételkedj abban, hogy elkötelezett polgárok kis csapata megváltoztathatja a világot. Valójában ez az egyetlen működő módszer, és ez tényleg így van. Én ebben hiszek, ha nem hinnék benne, akkor nem tartanék sem előadást, sem tévéműsort, sem semmit a világon, hanem elvonulnék valami nagyon finom üveg pálinkával, hogy ne kelljen semmire se gondolnom. Ez az igazság. No, magamról, én közgazdász vagyok, hát ez elhangzott. Itthon is tanultam, Londonban végeztem a mesterfokozatot pénzügyszakon, és ott is maradtam Londonban dolgozni, mint befektetési szakember. Tehát amit én a tőkepiacról, pénzpiacról, befektetésről és általában a mai pénzügyekről tudok, azt én Londonban tanultam, és nem csak tanultam, hanem műveltem. És ennek azért van különös jelentősége, mert ennek az országnak mindig megpróbálják megmagyarázni, hogy ami velünk történik, az a modern kapitalizmus és a modern nyugati pénzügyek következménye, és ezek a világok lehető legjobb világot hozzá kell nekünk, ennél jobban nem lehet a pénzügyeket művelni, és ettől mi meggazdagodunk. Na most a helyzet az, hogy ez alatt a 25 év alatt jobban elszegényedtünk, mint előtte, pedig hát én is itt nőttem fel, és én azt a rendszert rettenetesen gyűlöltem, megmondom őszintén, meg az orosz megszállást is, és arra gondoltam, hogy ennél mélyebbre már nem lehet süllyedni, de úgy tűnik, hogy lehet. És ha ezt valaki nekem fiatal koromban mondja, hogy még mélyebbre lehet süllyedni, akkor nem hittem volna el, de hát fiatalság, bolondság. Most már tudom, hogy lehet, és úgy tűnik, hogy még mindig nem értük el a gödör alját, mert még mindig van lejjebb. Na, akkor rátérnék arra, hogy miért szembenézés az én mai előadásom címe. Azért, mert nagyon sok előadást tartottam most már az ország különböző részeiben, meg a tévében és meg a rádióban, és itt is ott is cikkeim jelentek meg, és mindenféle visszajelzést kapok emberektől, akik hallották, látták, olvasták. Na most persze van, aki gyalászkodik, ezzel nem kell foglalkozni, aki értelmes érveket hoz fel, hogy miért nem ért velem egyet, hát rendben van, ezt meg lehet beszélni, de nagyon sok ember egyetért. Viszont felfedeztem azt a nagyon érdekes jelenséget, hogy az emberek egyetértenek azzal, hogy baj van, de valahogy visszautasítják, vagy nagyon sokan, nem mindenki, visszautasítják azt, hogy megpróbálják felfedezni, mi a probléma igazi gyökere. Tehát igen, baj van, de majd a mi nemzeti kormányunk megment minket. Igen, baj van, de Orbán Viktor személyesen feltartja a menekültáradatot. Igen, baj van, de biztos jó kezekben vagyunk most már, és nem kell gondolkodnunk ezeken a dolgokon, mert valaki megoldja helyettünk. Valaki majd segít. Na most senki nem fog segíteni. Tehát én azért gondoltam, hogy szembenézés lesz ennek a mai estének a címe. Egy órán van körülbelül. Lesz a címe, mert én úgy látom, hogy ebben az országban rettenetesen nagy bajok vannak, rettenetesen nagy bajok, de hogyha nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni azt, hogy mi a bajunk, mi az oka annak, hogy ilyen gyalázatosan élünk, tényleg, nem csak anyagilag, mert anyagilag is, hanem egyébként is, tehát megalázottságban, megtiportatásban, elnyomásban, széttépetten, hazugságok között, állandóan hazugságok között, ami önmagában véve rombolja az ember lelkét, ha ezzel nem vagyunk hajlandók szembenézni, akkor nem fogunk tudni elindulni a gyógyulás útján. Mint ahogy egy beteget is csak akkor lehet meggyógyítani, ha van diagnózis, ugye, hogy mi a baja, és jó a diagnózis, na akkor lehet gyógymódot előírni. Ez országokkal is így van. Tehát egy ország, amelyik ennyire megtiport, mint mi vagyunk,
annak bizony szembe kell néznie azzal, hogy mi az oka a megtiportatásnak. No, az alcím az, hogy hírek valóság teendők, mert ugye híreink azok vannak, a nyilat nyomjam, ugye? Rengeteg hírt kapunk arról, hogy nekünk milyen sikereink vannak. Úgyhogy én teljesen a kizárólagosság igénye nélkül összeállítottam két oszlopot, amiről nyilván nem fogok most részletesen beszélni, mert arra egy óra nem elég, de ha önök megnézik a bal oldalt, akkor csupa pozitív hírt látnak. Arról, hogy ebben az országban milyen sikeres fejlődés van, erősödik a gazdaság, mennyivel nőtt a GDP, javul a versenyképességünk, egyre több külföldi cég települ ide, ez nekünk borzasztó jó, mert javul az export. Nézzék meg, az exportunk már a GDP 91%-át elérte, csak mellékesen mondom, hogy ez szinte páratlan. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan ország van, aki ilyen, a GDP-hez arányítva ilyen hatalmas mennyiségben exportálna, a fejlett nyugati országok, akiket szeretnénk majmolni semmiképpen sem. Egy-két ilyen ország van, mint Észtország mondjuk, ami szinte teljesen svéd, meg finn, meg északi tulajdonban van, ők valóban ennyit exportálnak, és ők sem élnek különösebben jól. No, de ezt nagy sikernek könyveljük el természetesen. Pozitív a kereskedelmi mérlegünk, nagyon büszkénk vagyunk arra, hogy az államháztartási hiányunk a mágikus 3% alatt van, és ettől úgy érezzük, hogy elértük az OECD és a fejlett világok abszolút csúcs teljesítményét, mert lám a francia most is 6% fölött van, és a spanyoloknak is, meg a többieknek is, de nekünk 3% alatt, és ez biztos így jó. Csökken az adósság, ami nem igaz egyébként. Stratégiai megállapodásokat kötünk a betelepülő multicégekkel, és ez nekünk rettenetesen jó lesz, majd beszélünk arról, hogy miért nem annyira jó. Csökken a munkanélküliség, hát ez vagy igaz, vagy nem, de a munkanélküliség leginkább azért csökken, mert közmunka van, amit azért nem lehet a munkanélküliség csökkenésének felfogni, ez egy foglalkoztatás politikai eszköz, tulajdonképpen adóból foglalkoztatják ezeket az embereket. Ez nem baj, még mindig jobb, mintha otthon ülnének, habár azt hallom, hogy nagyon sok közmunkásnak nincs igazán értelmes munkája, én nem tudom, mert nem voltam közöttük, de ez önmagában véve nem fogható fel úgy, hogy csökkent a munkanélküliség, mint ahogy ez a 600 ezer ember sem, aki azért nem gyarapítja a munkanélküliek táborát, mert elment külföldre. Igaz? Tehát Londonban most már nagyon sokan vannak, de nem csak ott, Németországban is. Múlt héten találkoztam egy fiatal magyar orvossal, aki elmondta, hogy 2000 magyar orvos van Németországban, csak Németországban, és én tudom, hogy Angliában is vannak, hát ha nem is 2000-en, de nagyon sokan. Ugye a mi egészségügyünk pedig éppen összeomlóban van, azt hiszem erről mindenkinek van személyes tapasztalata is. Adócsökkentés. Hát ez nagyon pozitív dolognak tűnik, hogy leengedték 1%-kal az adót, de hogyha összeadjuk mindazokat a terheket, amik egyébként az emberekre és főleg a magyar kisvállalkozásokra hárulnak, akkor bizony itt állandó adónövekedés van, és az az adócsökkenés sem volt éppen egy jó dolog, mert amikor éppen összeomlik az egészségügy és az oktatás, akkor nem feltétlenül ezt kellett volna meglépni. És hát építjük a polgári Magyarországot. Na most éppen Feri hivatkozott rá a bevezetőjében, hogy ugye azok a szervezetek, akik úgy gondolják, hogyha itt megjelennek, vagy bármilyen olyan rendezvényen megjelennek, vagy aláírnak valami olyasmit, ami a kormányzati szándéknak ellentmond, akkor elvesztik a pénzt, meg a támogatást, meg a pályázati lehetőséget, a gyereket kirúgják az egyetemről, őt az állásából, vagy egyszerűen csak nem kap repülőjegyet, vagy ingyen kávét, vagy akármit. Hát erről sok mindent el lehet mondani, de hogy polgári lenne, azt nem. Mert a polgárság az feltételez egy bizonyos anyagi függetlenséget, és egy bizonyos anyagi függetlenség hozza magával azt a szellemi függetlenséget, hogy én, mint polgár elmondhatom a véleményemet, akkor is, hogyha az aktuális nagyhatalomnak és nagyúrnak nem tetszik, és ezért nem kell megtorlástól tartanom. És ahol elmondhatja bárki a véleményét megfelelő formában, és ezért nem érheti őt megkülönböztetés, vagy hátrányok, vagy bármiféle veszteség, anyagi, vagy nem anyagi,
az a polgárság ismérve, az, amikor az emberek állandó anyagi és szellemi szolgaságban élnek, és kiszolgáltatottságban, az nem polgárság, az valami egészen más. Na mindegy, szóval ez nagyon pozitív híreket hallunk, de jobb oldalon megint csak hírek vannak, amiket azért lehet olvasni, hallani, látni, és ezek egyáltalán nem pozitívak, ugye? Hogy megjelent egy újságcikk a GDP hazájában hazánk, majd erről, GDP csapdájában hazánk, majd erről fogok beszélni. Beszéltem a kivándorlásról, az egészségügy fenntarthatatlan, valamennyien hallották a Sándor Mária féle történetet, ugye nem kell róla beszélni. Az oktatásunk összeomlik, autóösszeszerelőket képezünk, így alakítjuk át az oktatásunkat, viszont nem képzünk igazán magas hozzáadott értéket előállító szakembereket, nem képzünk olyan embereket, akik, mit tudom én, cipőt tudnak csinálni. Tehát nem képzünk cipészeket ebben az országban, nem képzünk ápolónőket, nem képzünk lakatosokat. Yeah. Nem tudom, hogy erről önök tudnak-e. Egészen alapvető dolgokat nem tanítunk a gyerekeinknek, és ezek a foglalkozások el is tűnnek, és ezt nem szabad ám haladásnak felfogni. Tehát itt nagyon komoly leépítés folyik szervezet formában. Na most, ugye nő a GDP-nk, de arról nem beszél senki, hogy a GNI, ami nem a GDP, hanem az összjövedelem, de majd erről részletesebben fogok beszélni, az azért nem áll olyan nagyon jól, mint a GDP, és arról sem beszél senki, hogy ez a GDP, amit itt megtermelnek, többnyire a múltig, annak semmiféle köze nincs a magyar gazdaság teljesítő képességéhez, de majd erről beszélek. Hivatalos adat, hogy 4 millió szegény ember él a mai csonka Magyarországon. Ne haragudjanak, én a mai Magyarországot csonka Magyarországnak hívom, és egyébként nem szeretem a nagy Magyarország kifejezést, mert az nem nagy Magyarország, hanem Magyarország, nyilvánvaló módon, és hát ez a jelenlegi, ez csonka Magyarország, ez az én véleményem, aki nem így gondolja, az mondjon, amit gondol, de én így gondolom. Hát ugye nyomor van ebben az országban, de ezt majd mindjárt statisztikai adatokkal is fogom bizonyítani. Gyermekszegénység, a romló életszínvonalról gondolom nem kell beszélnem. És hát a társadalom valami egészen elképesztő módon válik ketté, igaz? Tehát itt kialakult az a mesésen gazdag réteg, elitnek hívják a sajtóban, én nem elitnek hívom, mert az elit eredeti jelentése az valami egészen más, ugye, az valóban jó tulajdonságokat jelent. Én itt nem látok jó tulajdonságokat, csak olyanokat, akik jókor jó helyen voltak, és ebből aztán jól megszedték magukat, és sajnos mi állampolgárok biztosítjuk nekik azt a környezetet, amelyben továbbra is tehetik azt, amit eddig tettek. Na és ezen kellene változtatni, és hát bizony a közállapotaink egyre romlanak. Tehát én nem tudom, hogy önök mit olvasnak és mit néznek, de én nem tudom úgy kinyitni az újságot, a rádiót, a tévét, mondjuk tévét nem nagyon szoktam nézni, de híradót néha igen, és a világhálón meghallgatok bizonyos hírműsorokat. Hát nincs olyan nap, hogy valamilyen gusztustalan botrány ne törne ki, vagy ne kerülne napvilágra. Általában korrupció, lopás, korrupció, tehát olyan mértéket öltött. És itt szeretném elmondani, hogy az életem nagy részét külföldön éltem le, különböző országokban, nem csak Angliában, és nehogy azt higgyék, hogy máshogy nincs korrupció. Az ember az ember, korrupció az mindenütt van. De bizonyos országokban, és általában azokban az országokban, akiket utánozni szeretnénk, mert olyan nagyon gazdagok, mint mondjuk Svájc, amelyik egyébként lélekszámban is területileg is kisebb, mint csonka Magyarország, ugyebár, tehát ez nem méret kérdése. Ezekben az országokban a korrupciót sikerül keretek közé szorítani. Ott is vannak korrupt emberek. De hagyd mondjak egy példát. Két vagy három éve volt, nem is emlékszem, amikor a Svájci Nemzeti Bank felesége, Nemzeti Bank elnökének a felesége botrányba keveredett, mert hát véletlen, hogy nem megtudta azt, hogy fog változni a svájci frank árfolyama, és hát üzletelt egy keveset. Persze nem azért, mert tudta, hogy ez fog történni, hanem ennyire okos volt, hogy tudta, hogy most ezt kell csinálni. Mindegy, senki nem tudta bebizonyítani, hogy tényleg nyilván tudta, de hát ezt nem bizonyították be, de a Svájci Nemzeti Bank elnöke lemondott. Értik?
Tudnak önök olyan esetről ebben az országban, vegyük csak az elmúlt 25 évet, amióta demokrácia van nálunk, és most nagyon nagy idézőjelbe tettem a demokráciát, hogy bármiféle disznóság, aljasság, mocsok kiderült ebben az országban, itt valaki lemondott, vagy lemondatták volna? Nem. Fel, igen, valószínűleg igen, általában még magasabb pozícióba helyezik. Na, itt kell a dolgokat megnézni. Itt kell a dolgokat megnézni, és önök nem fognak örülni annak, amit én mondok, tudnék, ez a mi felelősségünk. Ez a mi felelősségünk, hogy mi elfogadjuk ezt az állapotot, amikor köztörvényes emberek nyugodtan ülnek, csinálják, amit csinálnak, az ország pedig olyan nyomorba süllyed, amit elképzelni se tudtunk volna talán 20 évvel ezelőtt, pedig akkor sem volt éppen paradicsom itt nálunk. No, ez izgatott engem, hogy ezek a hírek, a pozitív hírek, ez a valóság, ugye? És akkor majd kell beszélnünk arról, hogy hogyan lehetne a valóságot és a híreket egymással kibékíteni, illetve mi az, amit az állampolgárnak csinálnia kellene. De előtte még szeretnék bizonyítani egy-két dolgot, mert ugye közgazdászoknak az a rossz tulajdonsága, hogy szeretnek számokat meg grafikonokat mutogatni, semmi különösebben bonyolultat nem hoztam, de azért mégis más az, ha én azt mondom, hogy ebben az országban nyomor van, mert ezt Hossó Andrea mondja az ország zászlótéren, vagy pedig mutatok néhány statisztikát, és mutatok külföldi és magyar statisztikát. Ez éppen német statisztika, nem más, mint a Bertelsmann Foundation, a Bertelsmann Alapítvány végzett egy kutatást 2013 vagy 4, ezt most nem tudom, biztosan oda van írva, de itt nem mutatja. Azt nézték, hogy az Európai Unió országaiban hogy alakul a gyermek nyomor, a gyermek szegénység. Ott látják, fönn angolul van, elnézésüket kérem, nem fordítottam le, de a szöveg azt mondja, hogy a súlyos anyagi szegénységben élő gyermekek 0-tól 17 éves korig. Tehát ez tényleg a nagykorúságig vett gyermek állomány, és önök látják, hogy a jobb oldali sötétkék sávokat kell nézni, ott vannak benne a számok, nem tudom, hogy ott mennyire látható a sorok végén, de a pirossal aláhúzott 27. hely alul, tehát csak Bulgária van lejjebb, mint mi, és jobb oldalon ott van a szám, hogy 35%. Látják? Tehát a legjobban Svédország áll 1,4%-kal, tehát ez azt jelenti, hogy Svédországban, ez szerint a statisztikai kimutatás szerint, a 0-tól 17 éves gyerekek körének 1,4%-a él súlyos anyagi szegénységben, materiális szegénységben. Nincs pénz, nincs ennivaló. Ez a szám nálunk 35%. És ezt nem én mondom, hanem ez a német alapítvány, és a németeknek érdekében áll az, hogy azt mutassák, hogy nálunk milyen nagyon jó, mert hiszen tulajdonképpen gyarmat vagyunk, így van, és méghozzá az ő gyarmatuk, és ez nekik nagyon jó anyagilag. Tehát nekik érdekükben áll a valós állapotokat nem igazán bemutatni, de még ők is azt mondják, hogy 35%-os Magyarországon a gyermeknyomor, és ha valaki azt gondolja, hogy ebben csak a cigány család vannak benne, az téved. Na most a Kárpát-medence közepén, ami a világ legjobb termőföldje, amelyik nem hogy a Kárpát-medencét, hanem a környező országokat is el tudná látni élelemmel és sok mindennel, 35%-os a gyermekszegénység 2014-ben. Ez önöknek mit mond? És ez hogy vág egybe azokkal a nagyszerű hírekkel, amiket az első oszlopban mutattam önöknek, hogy micsoda gazdasági növekedés, micsoda ragyogó államháztartási mutatók, minden, hát szágul, tüpörög a panon puma, ugye? Hát abszolút. És közben 35%-os gyermekszegénység, látják önök, hogy ez mit jelent? Hogy ez európai összehasonlításban micsoda szégyen? No, akkor mutatok mást. Ez is statisztika. Ez nem más, mint az Eurostat statisztikája. Ezt tudják, az Európai Uniónak a statisztikai hivatala tulajdonképpen. A mi saját KSH-nk is nagyon sok mindent már tőlük vesz át, és nem végez saját statisztikai kimutatást, mert az a biztonságos, ha az Eurostatét veszik át, igaz? Akkor senkit nem lehet kirúgni, mert hiszen ő csak az EU-s számokat vette át, íme a polgári és szakmai függetlenség. Nem a KSH-t hibáztatom ezért, csak hát ez is része a történetnek.
No, ez a rosszul tápláltságra vonatkozik, ez a 2015 május, tehát ez teljesen friss, up-to-date statisztika. Rosszul tápláltság a lakosságnak az a százaléka, amely nem engedheti meg magának, hogy legalább két naponta húst, halat, vagy ennek megfelelő zöldségételt fogyasszon két naponta. És hát ott vannak a különböző országok. És Magyarország itt mindjárt az elegáns második helyen áll, ha jól látom, Bulgária után. Ugyanúgy, mint az előzőn, és látják, hogy a sárga oszlop az 2013, a 2014 a zöld, az valamivel jobb, tehát ugye ez ilyen 27-28%-ot jelent 2014-ben. És ez az Eurostat statisztikája. No, azért szerettem volna önöknek megmutatni ezeket a statisztikákat, mert ha én azt mondom, hogy ebben az országban nyomor van, hát Hosszú Andrea így gondolja. Nem én gondolom így. Nem én gondolom így, hanem a Bertelsmann Foundation és az Eurostat. Márpedig ha az Eurostat így gondolja, akkor biztos igaz, nem igaz? Valami ősít, valami égít, valami hőt.